Sziasztok, Anna Mé vagyok, és a meditáció fél év gyakorlatáról szeretnék nektek beszélni. A meditáció az már magában nagyon ijesztő, mert ilyenkor az ember arra gondol, hogy egy órán keresztül kell majd semmire sem gondolni, de mivel ez nem megy, ezért az ember ilyenkor elkezd gondolkozni, és egy órán keresztül csak járnak a fejében a gondolatok, és ez tényleg borzasztó, úgyhogy ennél van egy jobb ötletem. Én egy áramlásról szeretnék nektek ma beszélni, de először a póznál kezdeném. Európai embernek szerintem sokkal könnyebb széken ülnie, mint a Földön, sőt, én minden gyakorlatnál törekszem arra, hogy könnyen végrehajtható legyen minden körülmények között. Úgyhogy, ha valaki tud keresztbetett lábbal a Földön ülni, akkor az nagyon jó, és egyenes háttal, akkor az nagyon jó. Én ezt szoktam csinálni, de úgy, hogy használok valamiféle alátámasztást, vagy jogatéglát, vagy ülőpárnát, mert az segít abban, hogy a hát egyenesebben tudjon maradni. De hogyha valaki csak széken ülve tudja csinálni ezt a gyakorlatot, az úgyis tökéletes lesz. És van még valami. Amikor gyakoroljátok ezt a gyakorlatot, akkor benne vagytok ebben az erőtérben. És ez, ha valaki már gyakorolt velem, tudja, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy nem tudjátok elrontani. Gyönyörű, tiszta a szándékotok arra, hogy fejlődjetek. Így aztán akkor is, hogyha nehéz figyelni arra, amit a gyakorlat instrukciója kér, attól még tökéletes lesz. Úgyhogy a pózt akkor már tisztáztuk. Az a lényeg, hogy legyen egyenes a hát, amennyire tud, és a légzés lesz a következő lépés. Azt szeretném kérni, hogy először majd csak a légzésetekre figyeljetek. Mégpedig úgy, hogy a kilégzés az a farokcsigolya alól indul el, és a test belsejében elindul fölfelé, egészen addig, még túllép a fejtetőn. A fejtető fölött van vége a kilégzésnek. Innentől kezdődik a belégzés, mégpedig úgy, hogy a belégzés egy nagy félkört ír le a testetek háta mögött. Ez így egy légzésciklus. Vagyis a kilégzés a farokcsigolya alól elindul fölfelé, túllép a fejtetőn, és a belégzés a fejtető fölül indul el, leír egy nagy félkört a hátatok mögött, és visszatér a farokcsigolya alá. Fontos, hogy nincsen légzés kintartás vagy bentartás, hanem az egész ciklus egy folyamatos áramlás. A kilégzésnek van egy fölfelé tartó ereje. Meg lehet érezni olyan érzés, mint hogyha felfelé tolna valamit a testetekben, és ez a valami, ezt úgy hívják, hogy akadály vagy elakadás. Úgyhogy a kilégzésben fogjátok érezni, hogy érdemes tenni egy kis erőt. Olyan érzés, mint hogyha a hasizommal tudnátok ezt szabályozni. A kilégzésnek ereje van, elindul fölfelé a testben, és túllép a fejtetőn. Ilyenkor nyilvánvalóan nem a tüdőtökről van szó a kilégzés kapcsán, hanem a figyelmetekről is. Tehát a kilégzés elindul, és a figyelem pedig követi az útját. A farokcsigolya alól a fejtető fölé. Amikor véget ért a kilégzés, elindul a következő része ennek a ciklusnak, a belégzés. És amíg belélegeztek, legyen meg az az érzés, mintha egy csúszdán, egy félkör alakú csúszdán csúsznátok le. A fejtető fölül a farokcsigolya alá. És amikor kezdődik a kilégzés, annak van egy emelő ereje. Olyan érzés, mintha beszállnátok egy liftbe, ami erőteljesen fölfelé tart. Közben, hogyha segít, akkor le is hunyhatjátok a szemeteket. A kilégzés a test belsejében fölfelé tart. És a belégzés egy nagy félkört leírva a hátatok mögött visszatér a farokcsigolya aljához. Közben nincs légzés kint vagy bentartás. A kilégzés fölfelé tart. Túllép a fejtetőn. És a belégzés, mint hogyha beleülnétek egy csúszdába, egy nagy félkört leírva a hátatok mögött, visszatér a farokcsigolya alá. Ez egy olyan ciklus, aminek idő kell, hogy beinduljon, és sok figyelmet kíván. Az a tapasztalatunk, hogy minden egyes gyakorlás hozzátesz valamit ahhoz, hogy ez a ciklus egyre jobban beíródjon, beindítson ott a mélyben egy olyan áramlást, ami folyamatosan emel benneteket. Úgyhogy lehet, hogy az elején nehéz, de gyakorlással olyan érzés, mint hogyha minden egyes légzés
amit ebben a fél év gyakorlatban töltöttetek, az hozzáadódna, valamit hozzáadna a következőhöz. Egyre könnyebbé válik majd. Sőt, olyan érzés lesz, mintha ez az áramlás meg sem állna. Beindul egy olyan kör, ami egyre jobban megemeli az egész lényeteket. És ennek a gyakorlatnak van még egy hatása. Mégpedig az, hogy a test előső része az, ami tudatos. Általában itt a figyelmünk. A test előső része azt szimbolizálja, amit a világnak mutatunk, ahogy kifelé élünk, ahogy a külvilágra figyelünk. A test hátsó részében óriási potenciál rejlik. A test hátsó része mindennek az ellentéte. Hogyha a test előső része a tudatot szimbolizálja, az elmét, akkor a test hátsó része mindaz, ami az elmén túl van. Valami, ami sokkal nagyobb, felfoghatatlanul nagy. Azt szokták mondani, hogy az agyunknak csak pár százalékát használjuk. De ugyanez igaz az egész lényünkre. Mindaz, ami igazán fontos, ami igazán nagy, az ott van a hátunk mögött. És emberi szinten elérhető, az ott van a hátunk mögött. És ez a légzés segít abban, hogy egyrészt, amikor a kilégzés felszáll, akkor minden akadály kitisztuljon. És amikor a belégzés alászáll hátul ebben a nagy félkörben, akkor aktivál valami olyat, ami pont ellene megy annak, amit a hétköznapokban már annyira nem szeretnénk továbbvinni. A hétköznapok arról szólnak, hogy az ego keménysége hogyan tud előre jutni a világban. És ebben már mindenki belefáradt. A test hátsó részén meg lehet érezni, hogy ez elkezd lebomlani. Az a kemény páncél, mintha elkezdene oldódni. És ez nem azt jelenti, hogy az ember sebezhetővé válik. Sőt, inkább ennek az ellenkezője igaz. Olyan érzés, mintha kiderülne, hogy van bennetek valami olyan erő, és olyan szeretet, és olyan szépség, ami soha, de soha nem volt sebezhető. Úgyhogy nincs is szükség arra, hogy ez a keménység fönnálljon és megmaradjon. Ahogy ez lecsúszik rólatok, lehántolódik rólatok, úgy kiderül, hogy kik vagytok valójában. Megnyilvánul a csodálatos legfelsőbb lényetek. Úgyhogy a meditáció fél év gyakorlata ebben segít. Azt javaslom, hogy kezdjétek el a gyakorlást. Még ma. És ez a gyakorlat ugyanúgy része lehet a 21 napos kihívásnak. Ha csak napi 10 percet csináltok belőle, az is tökéletes. És amit külön szeretek ebben a gyakorlatban, az az, és így is van megalkotva, hogy nem kell ezt az időt elvenni saját magatoktól vagy a családtól. Ha éppen van egy kis időtök, akár utaztok a buszon, vagy sorban álltok valahol, akkor ez a gyakorlat ugyanúgy végezhető, senki nem fogja rajtatok észrevenni, nem mutat furán. Ugyanakkor ez az áramlás, ez egy olyan csodálatos erő, ami ott lesz veletek minden pillanatban. Ehhez a gyakorlathoz is tartozik egy mantra. Ebben a fél évben saját mantrával fogunk dolgozni. A mantra az egy jelen idejű, pozitív kijelentés, ami rátok vonatkozik. Én nagyon szeretem azt, hogyha ebben a fél évben ez a mantra két szóból áll, és jó, hogyha az utolsó szó az a vagyok. Úgyhogy az első szót megtalálhatjátok, hogy mi az, amit szeretnétek elérni. Én példának most az egészséges vagyokot fogom használni. Ez biztos, hogy sok embert érint, és biztos, hogy sok embernek segíteni fog. A mantrát részévé lehet tenni ennek az áramlásnak. Ez olyan érzés, mintha ezek a szavak, vagy ez a rezgés, és ennek a jelentése, mintha be tudna íródni sejtszinten a testbe. Ha érzitek, hogy elindult ez az áramlás, akkor hozzátehetitek a mantra szavait. Mégpedig miközben a kilégzés elindul fölfelé, a farokcsigolya alól, túllép a fejtetőn, az annyi idő legyen, amíg kimondjátok magatokban azt, hogy egészséges, vagy azt a szót, amit választotok. És miközben belélegeztek, és a fejtetőtől egy félkörben a belégzés eléri a farokcsigolyát, addig mondjátok azt magatokban, hogy vagyok. Egészséges. Az egészséges fölfelé száll. És vagyok, ez pedig visszatér hátul egy félkörben. És majd meg fogjátok érezni azt is, hogy miközben gyakoroljátok ezt a mantrát és a légzést együtt, beáll egy meditatív állapot. Olyan érzés, mintha lelassulna a légzés. Olyan érzés, mintha azoknak a szavaknak, amit a mantrához választottatok, különlegesen nagy súlya lenne.
mintha egy szent térben hangoznának el. Ha a testtartásról beszélünk, fontos megemlíteni azt is, hogy az áll, az legyen egy picit visszahúzva, csak azért, hogy a csigolyák távolodjanak a nyaki szakaszon. Jó gyakorlást kívánok nektek! Kezdjétek el ezt a gyakorlatot még ma. Legyen része a 21 napos kihívásnak, és amikor gyakoroltok, én ott vagyok veletek. Isten áldjon benneteket, tiszta szívemből szeretlek benneteket. Sziasztok!